Első alkalommal az Alba Plázába várták az érdeklődőket, ahol esélykártya megvásárlásával támogathatják a kiemelt területeket. A rendezvényen Krisz Bai Tetze az egyik országos tehetségkutató döntőse adott koncertet. A fiatal énekes születése óta vak, ám ez semmiben nem gátolja. Amellett, hogy zongorázik, énekel és dalokat is szerez. A fellépést azért vállalta, mert szeretné, ha az emberek kulcsfontosságúnak tartanák az elesettek gyámolítását. 5000 vagy 10000 forint értékben vásárolhatnak esélykártyát az érdeklődők. Az összeget arra a célra fordítják, amit az adományozó megjelöl. Vesznek egy esélykártyát, nyilatkoznak arról, hogy mire szeretnénk fordítani ezt az összeget, és nyilatkoznak esetleg arról, hogy megengedik-e, hogy a nevük is fölkerüljön, hogy önök támogatták a honlapunkra, akkor mind a nevükkel, mind pedig azzal az összeggel együtt fölkerül a honlapra ez a támogatás, amelyet önök adtak, és egy e-mail címre pedig elküldjük önöknek az adományigazolást. Negyed évente a befolyt összegeket a gyermekétkeztetés, a parkosítás és az új játszótér létesítése kapcsán az önkormányzat, a közbiztonság esetében pedig a Fejér megyei rendőrfőkapitányság részére adják át, míg az ösztöndíjprogram tekintetében az alapítvány és a szakmai grémium dönt majd a támogatás további sorsáról.